A sát is rá a vettem. Hangos, 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 hangos! Már lehet a szív! Állőváci, hangos! Thank you.
szépeket! Szépeket! Köszöntöm a jelenlévőket, a falu lakóit, a meghívott vendégeket, és mindazokat, akik jelenlétükkel megtisztelték ezt a napot. Zászló és címerszenttel is gyűltünk össze. A falu zászlaját, amely 3 méter x 80 cm-es fehér sejemből készült, a falu címere díszíti. Tervezője Lakatos G. László, aki községünk 1703-ból való történelmi pecsétjén található motívum alapján tervezte meg a címerünket. Sok mindent elmesél ez a régi pajzsformába helyezett három részre osztott címer. A piros mezőbe helyezett két ezüst folyó, településünket áttölelő két folyó, a Rábát és a Marcalt jelképezi. Utal ez a falu elhelyezkedésére, és az emberek életét motiváló tényekre. A két mezőbe helyezett két mezőgazdasági szerszám szintén a falu múltjára és az itt élő emberek másik két fő foglalkozására, az ekevas és a földművelésre mutat, amely jellemző a mai napra is. Az öldmezőben látható két sárga buzakalász az életet, a felnövekvő nemzedéket jelképezi. Címerünk egybefoglalja községünk múltját, jelenét, valamint a jövőbe vetett hitét. Zászlónk és címerünk, múltunk egy darabja, éppen úgy, mint a mai napra elkészült falumúzeum. Az elmúlt évek néma tanúit, hogy emlékeztetőnek fennmaradjanak, Horvátné Takács Üri gyűjtötte össze. Munkáját nagyon sokan segítették, köszönet illet mindenkit, aki régi tárgyakat, szerszámokat, fotók, iratok, könyvek adományozásával
vagy bármi módon hozzájárult ahhoz, hogy ez a gyűjtemény létrejöhessen. Köszönetünket fejezzük ki Perlaki Józsefnek és az Áfész igazgató tanácsának, hogy a helyiséget átadta e célra. Végül, de nem utolsó sorban, köszönetünket fejezzük ki a falu nevében Lénert Györgynek, aki értékes régészeti anyagot, fegyvereket, könyveket, cikkeket és egyéb tárgyakat adományozott a falunak. Önzetlen segítségéért és támogatásáért cserébe szeretném átadni neki a múzeum egy kulcsát. Úgy érzem, hogy a hajdani Szent István Király utca apró kis tere méltó helye értékeinknek, méltó helye nemzeti lobogónak és a községünk zászlajának. Hiszen ahogy a... Mindig lobog, mindig lázas, mindig önkívületben van az utca fölött. Föllengő magasan, egész az égben, ha hirdet valamit, rajongva, ha már megszokták, és rá se figyelnek, ha alszanak is, éjjel, s nappal. Úgyhogy egészen lesoványodott, s áll, mint egy vézna, apostoli szónok a háztető ormán, egyedül, birkózva a csönddel és a viharral. Haszontalanul s egyre fönségesebben lobog, beszél. Káplán, idősebb paptestvér azt mondta, a legkedvesebb kápláni here helyemre mégy.
Nyilvánvaló, amikor visszatér az ember régi, ismert vidékekre, akkor egy-egy fa is, vagy egy-egy épület is valamiféle emléket hordoz. Mégis az ott lakó emberek, azok a történések, események, amelyek a megszokott körülmények vagy vidékben mentek végbe, azok tesznek kedvessé egy helyet. A Szent Mihályiaknak az ismerős utcák, a házak, a rábapartja, a kedvelt ligetek, a fákak, a föld, a munkazaja, a pihenés, vagy annak a csöndessége jelenti az otthont. Azok az emberek, családok, akikre számíthatnak, akik velünk vannak, akikben bízhatunk, akiknek mindannyian fontosak vagyunk, segítenek és segítünk egymáson. A közös élmények, a közös örömök, a közös küzdelmek, az életnek a közös elviselése. Fivéreinkben és nővéreinkben, szüleink gyermekeit látjuk, unokatestvéreinkben őseink leszármazottait, polgártársainkban hazánk fiait, a megkereszteltekben az egyház gyermekeit, minden emberben annak fiát vagy lányát, aki szeretné, ha mi atyánknak szólítanánk. Fele barátunk, aki figyelmet és különleges tiszteletet érdemel, akivel szemben jó akaratúak, igazságosak, testvériesek vagyunk. Isten ajándékának tekintjük mi ezt hívő emberek. Istennek, aki minden élet és szeretet forrása, aki az itt lakókra bízta ezt a földet és ezt a közösséget. Máté evangéliumának néhány mondatát olvasom. Jézus mondja, aki hallgatja szavamat és tettekre is váltja, az okos emberhez hasonlít, aki sziklára építette a házát. Szakadt a zápor, ömlött az ár, sűvített a szél, és neki zúdult a háznak, de nem dőlt össze, mert szikla volt az alapja. Aki hallgatja ugyan tanításomat, de nem váltja tettekre, a balga emberhez hasonlít, aki házát homokra építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, sűvített a szél, és neki zúdult a háznak. Az összedőlt és romhalmazzá vált. Egy olyan Mária szobor közelében állunk, amely a magyar koronát viseli. Szent István királyunk haldokolva nem tudta jobb kezekben nemzetét, mintha arra bízza, aki Isten fiát is kezében tartotta, ápolta és gondozta. Szent István király 1000 évvel ezelőtt Jézusra, a sziklára építette ezt az országot. És ma örömmel köszönhetjük, hogy annyi balszerencse közt és oly sok viszály után mégis él nemzet. Anyagi és szellemi pusztulás következik. Népünk életének boldogulásának, megmaradásának záloga a krisztusi sziklára való építés. Így az egyéni sorsok, a családok, kisebb közösségek élete boldogulása, megmaradása sem gondolható el másképpen. Mi most itt imádságos lélekkel ünnepelünk.
Legyen könyörgésünk, hogy ezek az igazságok éljenek tudatunkban. Ezek formálják életünket. Jelvényeink emlékeztessenek múltunkra, és segítsenek építeni jelenünket és jövőnket. Itt lobogó zászlóink készség a szívünkbe, szívünkbe. Nekünk, mai magyaroknak sem lehet igazán másra építenünk életünket, otthonunkat, egymással való kapcsolatainkat, mint Jézus Krisztusra. Az ő életében és tanításában megnyilvánuló elvekre. Ilyesfajta gondolatokkal imádkozzunk. Urunk Istenünk, Te ajándékozod életünket, Te vezetsz életünk folyamán. Te vársz bennünket az érkezésnél. Áld meg címerünket, zászlónkat, közösségünk jelvényeit. Emlékeztessenek bennünket gyökereinkre, értékeinkre, otthonunkra, a ránk bízottakra. Legyünk akaratod szerint élő, egymásra figyelő, közösséget teremtő emberekké. Igazságaid vezessék életünket, hogy szilárd alapokon állva, bízva tekinthessünk jövőnk felé. Jézus, a Te fiad által kérjük mindezt, aki megosztotta velünk emberi sorsunkat, és aki a Szentlélekkel együtt veled él és uralkodik mindörökkön örökké. Thank you.
oly sok szűvérezett az esti szellő sóhajt a gyászmezők felett. Ébren csak egy mit éz még az ezerek közül, romján a dúlt hazának csak ő tekint körül. Vér foly le homlokáról, széttörve fegyvere, egész csak még a zászló, ezt tartja hős keze. Ezt tartja és körülnéz, számítva társait, és lám, egy sem hiányzik. Mind jelen vannak itt. Ki reggel véle jött el, mind megmaradt helyén. Keblében mély sebekkel, de szenny nélkül fegyverén. S föltekint az éghez. Légy áldva, Istenem! Sok bajnokunk veszett el, de Árpád népe nem. A nép, mely így csatát veszt, mely halni így tudott, feltámad még a sírból, s még egyszer élni fog. Így szól, és tovább megy a pusztult téreken. Már csak lépése hangzik, és a táj csendes lesz. Vörös Marti Mihály, szózat. Hazádnak rendületlenül légy híve, ó magyar. Bölcsőd az, s majdan sírod is, mely ápol, s eltakar. A nagyvilágon e kívül nincsen számodra hely. Áldjon vagy verjen sors keze, itt élned, halnod kell. Ez a föld, melyen annyiszor apáid vére folyt. Ez, melyhez minden szent nevet egy ezredév csatolt. Itt küzdenek honért a hős Árpádnak hadai, itt törtek össze Rabigált Hunyadnak karjai. Szabadság, itt elhordozák véres zászlóidat, s elhultanak legjobbjaink a hosszú harc alatt. S annyi bal szerencse közt, oly sok viszály után, megfogyva bár, de törve nem él nemzete hazán. S népek hazája nagyvilág, hozzád bátran kiált, egy ezredévi szenvedés kér éltet vagy halált. Az nem lehet, hogy annyi szív hiába ont a vért, s keserben annyi hőkebel szakadt meg a honért. Az nem lehet, hogy ész erős, oly szent akarat, hiába sorvadozzanak egy átok súly alatt. Még jönni kell, még jönni fog egy jobb kor, mely után buzgó imádság epedez százezrek ajakán. Vagy jönni fog, ha jönni kell a nagyszerű halál, hol a temetkezés fölött egy ország vérben áll. S a sírt, hol nemzet süllyed el, népek veszik körül, s az ember millióinak szemében gyász könnyül. Légy híve rendületlenül hazádnak, ó magyar! Ez éltetőd, s ha elbukál hantjával, ezt akar. A nagyvilágon e kívül nincsen számodra hely. Áldjon, vagy verjen sors keze, itt élned, halnod kell. Thank you.